Ha megnövök egyszer, nagy leszek, és élvezni fogom az életet. Gyere hopp, még mindig kicsi vagyok. Keleti Márton 1963-ban készült filmjét bizonyára sok néző ismeri. A Hattyúdal című komédia története hasonló. A főszereplő, tamburás, tudja, mi az igazi szabadság. Az épülő lakótelep szomszédságában verbúválja közveszélyes munkakerülő, alkalmi családját maga köré. A viskóban hajtja álomra fejét Notesz, Diák, Mara és néha még a doktor is. A rakodásból éldegélő Galerin a helyi rendőr Dárdás tartja rajta a szemét. Addig, ameddig a betonrengeteg túl nem növi magát a 60-as évek végi vidám történeten, eltakarítva mindent, ami az útjába kerül. Dobozi Imre regényét Verebes István dolgozta át és állította színpadra, felhasználva a Republik Együttes népszerű dalait. A rendező szerint az elmúlt 25 évben a legtöbbet üzenték a számaik, és nagyszerűek a szövegeik is. Több mint 100 dalból 23 került be az előadásba. Verebes István úgy véli, a téma napjainkban is aktuális. Az egy akkori, jelenkori látlelet volt, ez meg egy kicsit visszatekint egy világra, de ugyanarról szól a szabadságról, tehát hogy egy bizonyos konstellációban bizonyos rendszabályok közepette, meddig lehet szabad az ember, mi az, ami már a rendszernek, a konstrukciónak már terhére van. A József Attila Színházban már 2 éve játsszák a produkciót, eddig több mint 40 előadásuk volt. A darab egyik főszereplője, a teátrum igazgatója örül annak, hogy a Republik és a színház rajongóinak tábora találkozik ezeken az estéken, így ez a kettőség felerősíti egymást. Amit nagyon jó és izgalmas látni, hogy a színházi előadás ellenben a koncerttel, itt a szavak ereje óriási. Tehát egy koncerten valószínű, hogy a hallgatóság csápol, és élvezi a ritmust, élvezi a hangerőt, a dinamikát. Itt pedig érdekes módon meghallja azokat a gyönyörű mondatokat, amit Cipő írt, vagy a zenekar írt ezekhez a nagyszerű zenékhez. Tehát fölerősödik magában maga a gondolat, és ettől, én azt gondolom, ettől nagyon, nagyon jó is. Nagyon, nagyon erős az előadás. Péntek este a filmbarátokat, szombat délelőtt pedig a Bábszínház rajongó gyerekeket és szüleiket várja a szabadtéri színpad. A következő színházi produkció a Kabaré című musical lesz július 15-én.